Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol üdvözlök mindenkit a fürdőszobából, és végre ez a videó olyan lesz, amit nagyon régóta kértek már, hogy csináljak meg, és most el is jött az ideje. Nem mást hoztam nektek, mint az éjszakai arcápolási rutinomat, és hogy látjátok, elég leharcolt fejem van, egy nagyon hosszú és fárasztó nap végén vagyunk. Ha valaki nem követi Instán, akkor először is azt tegyétek meg, mindig lent van az Instán a leírásba, másodszor pedig elmondom nektek, hogy sikerült megfáznom, hangomon is biztos halljátok, és az arcomon is látjátok. Most már egyébként teljesen jól vagyok, csak az orrom folyik, és be van kicsit rekedve a hangom. De visszatértem, és elkezdem nektek gőzerővel gyártani a videókat az utolsó hónapban. És nem is szeretném nagyon túragozni igazából a történetet, kezdjük el az arcápolási rutinomat. Természetesen a kezeim meg vannak mosva. Mindig mielőtt hozzányúlok az arcomhoz, nagyon alaposan megmosom a kezemet. És ami miatt ma veszem fel ezt a videót, végre van rajtam smink. Napok óta nem volt rajtam smink. És szeretném nektek megmutatni élesben is. Az első lépésem az mindig egy olajos bázisú arclemosó szokott lenni. Két lépésben szoktam lemosni a sminket és az egész napos koszt zsírt az arcomról. Vagy sminklemosó balzsamot, vagy olajat használok. Jelenleg olaj, ez egy Nivea olaj. Mindent, amit most használok, le fogok linkelni a leírásba. Szépen össze dolgozom igazából a két tenyerem közt, és elkezdem felvinni az arcomra. Jelenleg sem tökéletes még az arcbőröm, de alakulunk egyébként, amit nem sokára ti is megláttok. Ja, és normál esetben egyébként vagy a kis köntöskémbe, vagy egy trikóban szoktam elvégezni ezt a nagyon romantikus folyamatot, de úgy gondoltam, hogy nem tudok teállok titeket ilyenekkel. Úgyhogy a kedvetekért felvettem egy pólót. A lényege egyébként a sminklemosó olajaknak, hogy nagyon gyengédek a bőrhöz. Az olaj oldja az olajat, ami többek között az egész napos felgyülemlett zsír az arctalkon, és jó esetben a naptej, amit remélem, hogy használtok minden nap. Én használok, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépése az esti rutinomnak. Baromi könnyen le lehet egyébként mosni vele szempillaspirált, krémeket, porokat. És egyébként, hogyha egy percnél tovább masszírozgatjátok az arcotokba, elkezditek meglátni, hogy pár miteszer magától ki is jön, az olaj oldja az olajat elv alapján. Amikor ilyen fantasztikusan nézek ki, akkor jön az a rész, hogy egy nagyon kicsi vizet teszek a kezembe, és elkezdem fellazítani ezt az olajat. Nem olyan könnyű ám ez a folyamat itt videózni, mint ahogy ti gondoljátok. Kevés víz. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, de az olajból elkezd egy ilyen teljes állagú valami képződni. Ezzel is mutatva 100%-osan feloldódik az olaj, és le tudod mosni a bőrödről. El nem tudom mondani, hogy mennyire nem szeretem csak felet mosni az arcom. Szeretnék előre szólni, hogy nagyon reaktív bőröm van. Iszonyatosan óvatosan szoktam letörölni, rárakni mindent, viszont mindenre kipirosodik. Törölközővel szoktam egyébként letörölni legtöbbször ezeket az anyagokat, amiket felviszek az arcomra lemosáshoz, ugyanis, mint mondtam, nagyon nem szeretem csap felett mosni az arcom, úgyhogy nagyon óvatosan egy kellőképpen benedvesített törölközővel letörlöm a felesleget. Nem viszem túlzásba, ugyanis most jön a második lépése az arclemosásnak. Benedvesítem az arcomat, és az új kedvencem az a Forever Living-től, Sonja termékcsaládból az arclemosó. Ebből egy ilyen borsónyi méretet adagot körülbelül belenyomok a kezembe, egy kicsit felhabosítom, és elkezdem beledolgozni az arcomba. Majd ugyanúgy, mint az előbb, benedvesített törölközővel letörlöm. Amit nem mondtam még el nektek, hogy az én bőrtípusom egyébként normál per száraz és kombinált,
emellé nagyon sok egyéb problémával küzd, de ez az alapbőrtípusom. A száraz része egészen kordában van tartva, a kombinált része az pedig hormonális okokból kifolyólag olyan, amilyen, de ahogy mondtam már nektek, erről majd egy későbbi videóban fogunk beszélni. Ami nagyon fontos, hogy akármennyire szeretnék nagyon minimális arcápolási rutint tartani, egyszerűen nem vagyok képes rá. Imádom a sok szérumot, imádom a sok terméket, úgyhogy ezt most is látni fogjátok. Az első lépés, amit megint csak nemrégen kezdtem el, amikor a lézeres arckezelés után voltam, most második alkalommal, akkor kezdtem el Aloe First-öt használni egyébként tonikként. Nagyon ráfügtem a tonikokra, nagyon szeretem mostanában azokat használni, és tekintve, hogy hosszú évek óta égésre használjuk ezt a sprayt otthon, úgy gondoltam, hogy miért is ne lehetne jó a lézer utáni, úgymond égésre. Egy-két pumpát kiszoktam nyomni a tenyerembe, ezt egy kicsit összeforgatom, és beleütögetem az arcomba. Ami szerintem nagyon fontos az arcápolási rutinoknál, sose szabad teljesen megvárni, hogy kiszáradjon az arcod, mindig egy picit hidratáltnak kell maradnia, ugyanis csak így érheted el azt, hogy azokat a krémeket, szérumokat, amiket felkensz, bezárt rendesen a bőrödbe. Viszont az is fontos, hogyha több réteget kensz fel, akkor ne összekeverd őket, hanem szépen egymásra rétegezz. Amikor nagyjából ez beszívódott, hát a következő lépés, ami a Freshnek a rózsavizes tonikja, ide egy mókás információ, nem szeretem a rózsaillatot, viszont a hatását nagyon szeretem, iszonyatosan jól hidratálja az arcom, és amióta használom egyébként, szerintem láthatóan hidratáltabb a bőröm. És az pedig egyébként nem mellékes, hogy baromi szép az egész, ugyanis igazi rózsaszírmok vannak benne ebbe a kis tonikba. Megvárom, hogy ez is nagyjából beszívódjon, és utána lépünk tovább a következő lépésre. Mostanában három szérumot használok esténként. Az egyik, az egy PHA sav. Ezekről minden információt, ahogy eddig is láttatok, megtaláltok a képernyőn. Illetve, hogyha rákattintotok a linkekre a leírásba, akkor utána tudtok olvasni. Viszont nem szeretném, hogy 5 órás legyen ez a videó. De ha érdekel titeket, hogy mit miért kenek, és szeretnétek, hogyha én mondanám el, akkor nagyon szívesen csinálok róla legtöbb videót. Az egyik új kedvencem lesz a következő lépés, ami az Alpha Arbutin szérumom. Ezek egyébként natúrium szérumok. Nagyon sokáig gondolkoztam rajta, egészen idáig halogattam igazából, hogy beszéljek róla nektek, ugyanis a Susan Yara, amikor kiadta ezt a márkát, akkor volt körülötte egy kis botrány, nem is olyan kicsi, viszont én még a botrány előtt megrendeltem majdnem mindent, és el is kezdtem használni őket, és már az első kör nagyon tetszett, úgyhogy a következőből is rendeltem, viszont úgy voltam vele, hogy nem fogok róla beszélni, de az az igazság, hogy annyira tetszenek a termékek, és olyan hatásosnak tartom őket, hogy kár lenne megfosztani titeket igazából az élménytől, úgyhogy ha valakinek nem szimpatikus, hogy ezeket használom, akkor bocsi, de nekem nagyon bejöttek. És egyébként ez az Alpha Arbutin egyik új kedvencem, ugyanis ez egy olyan hatóanyag, ami meggátolja a melatonin képződést a bőrben, és nem abban segít, hogy eltüntesse a már meglévő pigmentfoltokat, hanem abban segít, hogy ne alakuljanak ki. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen megelőzés dolog, amit kifejezetten nagyon szeretek. És amikor úgy érzem, hogy ez is kellőképpen beszívódott, akkor jöhet a következő, ami egy Azelaic sav. Nagyon fontos, hogy ezekből a szérumokból, amit most felteszek, vagy bármilyen szérumból, amit feltesztek, attól, hogy többet használtok, nem fog jobban hatni. És ez mindenre igaz, főleg tiniknél szalicilsav használat. Attól, hogy valamiből többet tesztek fel, nem fog jobban hatni, viszont lehet, hogy nagyon durva károsodásokat okoztok a bőrötökbe, úgyhogy
ha tehetitek, akkor keressetek fel egy kozmetikust vagy egy bőrgyógyászt, és konzultáljatok vele, egyébként meg csak óvatosan, és próbáljatok minőségi termékeket vásárolni. Ja, és egyébként van egy tök jó magyar csatorna. Nem nagyon láttam még olyan magyar csatornákat, akik ilyen szinten foglalkoznának bőrápolással. Nem jut eszembe, hogy mi a nevük, de ide kiírom nektek, és leteszem a leírásba is, mert szerintem tök király, hogy Magyarországon is valaki ilyen komolyan foglalkozik ezzel a témával. Úgyhogy ha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése, akkor szerintem lesse meg őket, nekik egyébként van webshopjuk is, ha jól emlékszem, úgyhogy csekkoljátok le őket. És egészen eddig egyébként a következő lépésem az a Szonya termék családnak volt a hidratálója, ugyanis a lézeres kezelés után egy darabig nem lehet aktív hatóanyagokat használni, addig csak ezt, és majd látni fogjátok, az utolsó lépést a zselé maszkot használtam. Viszont amióta eltelt egy hét, és most már lehet aktív hatóanyagokat használni, elkezdtem a szérumokat használni, és végre visszatértem a retinolomhoz is. Ez egyébként ugyanúgy a Naturiumnak egy 2,5%-os retinol krémje, amiből kinyomok a kezembe egy adagot, és ugyanúgy szemkörnyékemet kikerülve felütögetem az arcomra. Elég régóta, relatív, de egész régóta használok retinolt. Szerintem lassan talán egy éve, de fél éve biztosan. És nagyon könnyen hozzászokott egyébként az arcom, viszont baromi sokáig tartott ez a purging, megtisztuló szakasza az arcomnak. Ugyanis ilyenfajta hatóanyagoknál nagyon sokszor előfordul, hogy először rosszabb lesz tőle a bőröd, és utána javul, és ez nálam is megtörtént, viszont azóta szerintem csak javulok. És amikor ezt is beszívta az arcom, akkor a legutolsó lépés tényleg a Szonya termék családnak a zselé maszkja, amiből felviszek egy záró réteget, hogy minden király cuccot, amit most felpacsmagoltam az arcomra, azt be tudjam zárni, és egész estére ott is maradjam. Remélem láttátok menet közben, és a nagy videózásban nem felejtettem el, de nagyon fontos, hogy a nyakatokat is bekenjétek. A retinolra lehet érzékeny a nyakatok egyébként, úgyhogy van, aki a nyakát nem tudja retinollal kenni. Ezt a krémet az én arcom nagyon jól bírja, úgyhogy én a nyakamra is szoktam belőle egy köveset tenni, és igyekszem minden mást is, főleg a hidratáló összetevőket kenni a nyakamra. Ami ilyenkor a kezemen szokott maradni, tenyeremen, azt egyébként kézfejemre szoktam felkenni. És ezzel véget is ért az éjjeli arcápolási rutinom. Remélem, hogy mindent elmondtam, amit el szerettem volna. Ilyenkor, amikor videózok, egy csomó minden kimarad egyébként, úgyhogy remélem, hogy a legfontosabb dolgokat elmondtam. Hogyha kérdésetek van, akkor ezt írjátok meg nekem a komment részlegbe. Nem sokára érkezem a reggeli arcápolási rutinommal is, és ígérem, hogy innentől folyamatosan frissíteni fogom ezeket a videókat. Mindig, hogyha vannak új kedvenceim, akkor jelentkezni fogok nektek velük. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor dobjatok nekem egy hatalmas lájkot. Hamarosan érkezem a következő videómmal. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!